Köszöntöm a nézőket, friss napszemle következik, mutatjuk is a fontosabb témáinkat. Kaláka és a megyei tanács támogatása is szükséges volt, hogy elkezdődhessen az Örmény Közösségi Ház felújítása. Gyergyószent Miklós is csatlakozott az országszerte több mint egy hete elkezdődött megemlékezés sorozathoz. Gyergyói vállalkozók és vállalkozás indításában gondolkodók számára szerveznek konferenciát. Hargita megye válogatottja Brassó megye legjobbjait fogadja a Gyergyószent Miklósi labdarúgó pályán. Megújul az Örmény Katolikus Közösségi Ház. Évekkel ezelőtt megálmodták az átalakulást, most végre elkezdődhetett a munka is. Beépítik a tetőteret. Kaláka és a megyei tanács támogatása is szükséges volt, hogy elkezdődhessen a bővítés. Hosszú ideje tervezi már az Örmény közösség, hogy átalakítja közösségi házát, úgy, hogy többféle rendezvényre is használni tudják azt. A megvalósítás elkezdéséhez azonban hosszú út vezetett, hiszen nagyon sok pénzbe kerül a kivitelezés. A 2009-es tervünknek most már gyakorlatilag sikerült nekikezdünk, tehát rengeteg tervezés, egyeztetés előzte meg ezt a fázist, de természetesen mindig a fő akadálya pénz volt, amit nagyon nehezen sikerült elérjünk, hogy annyi pénzt tudjunk egyszerre egymás mellé tenni, hogy az épületnek a rezisztencia elemeit helyre tegyük, mivel attól arrafele, amikor már benti munkálatok lesznek, amit jövőre tervezünk, azokat már kisebb értékekből sorba egymás után meg tudunk csinálni. Viszont ezt a lépést, amikor egyszerre kell a tetőt leszedni, egyszerre kell visszarakni, ezt csak akkor lehet megcsinálni, amikor teljesen összeáll a költségvetés, minden terv a helyén van, minden elképzelés, minden egyeztetés megvan. Büszkék vagyunk, hogy ezt a napot megértük, és bízunk benne, hogy a Jóisten is mellettünk van, és az időjárás is kitart, hogy ne ázzon el az épület addig, ameddig visszafedjük. A teljes költségvetés az egy olyan 300 ezer lejes költségvetés, ebből az idénre terveztünk egy 150 ezer lejes költséget megvalósítani, ezzel szemben meg fogunk tudni valósítani egy 80 ezer lejes munkálatot, ami kiegészül egy körülbelül egy 20 ezer lejes kaláka része, tehát gyakorlatilag a pénzügyi szempontból egy olyan egyharmadát végezzük el a munkálatoknak, a jövő évre szeretnénk majd a többit. A munka kalákával kezdődött el, a közösség több mint 30 tagja dolgozott a hétvégén. A nagyszabású beruházást támogatja a Bethlen Gábor alap, valamint Hargita megye tanácsa is hozzájárult egy jelentős összeggel. 2009 óta álmodták meg az örmények ezt a közösségi házat, hogy ebbe a formában megpróbálják felújítani, kibővíteni, és már egy jó néhány éve kérik, keresik a támogatást különböző helyeken, hogy el tudják indítani ezt a beruházást. Én örvendek, hogy az idén tudtunk odaállni mi, mint megyei önkormányzat, és tudjuk segíteni ezt a beruházást. 45 ezer lejes támogatást adtunk a megyei tanácstól, ami arra elegendő, hogy elinduljon a beruházás, a strukturális megerősítések megtörténjenek, és ami fontos, hogy az idén ez a része lezárulhat, és pedig a tetőtér megemelése, átalakítása, befödése ennek a háznak, ezután jöhetnek a belső munkálatok, és remélem, hogy az elkövetkező évben is tudjuk segíteni ezt a beruházást ahhoz, hogy egy élhető közösségi tér legyen itt az Örmény templom mellett. Az Örmény Katolikus Közösség plébánosa is úgy látja, nagy szükség van a bővítésre. Elsősorban jövőt jelent a közösségnek, hiszen kell egy olyan hely, ahol akár az énekkar, akár a fiatalok, akár városszinten is a különböző rendezvényeket meg tudunk mi is rendezni, ezáltal nyitottá tudunk válni. Az a kis, eddig úgy vettem észre, hogy bezárkozott közösség, most ezáltal egy picit nyitni tud a város felé, és hát azt hiszem, hogy ez hasznos, kell is, és amit említettem, hogy talán ebben van az egyik kiugró pontja is az örménységnek, az örmény híveimnek, a közösségnek, hiszen ezáltal ismertebbé válunk, megismerjük a közösségünknek a csinyát, binyát, hogyha lehet így fogalmazni.
A közösségi ház megújulását bárki támogathatja, téglajegyeket lehet vásárolni különböző értékben. Nagyon büszkék vagyunk és örvendünk annak, hogy a közösség kivette részét a lehetőségeihez mérten, és a téglajegyeket eddigi évek során, amennyit sikerült vásárolni, bízunk benne, hogy a továbbiakban most ettől arrafele megerősödik ez a hullám, és több téglajegyet fognak majd vásárolni. Ezt azért kell, és abban van a nagy segítsége, hogy gyakorlatilag ettől a téglajegytől gyakorlatilag már meg lehet vásárolni egy villanykapcsolót, egy villanyégőt, tehát nagyon egyszerű dolgokra tudjuk használni, de látványos, megfogható és reál segítséget nyújtó konkrét támogatása részünkre. Ezért felkérünk mindenkit, aki ebben úgy érzi, hogy szeretné kivenni a részét, hogy igen, keressen meg valakit az örmény közösségtől, és jelezze ebben is szándékát. A tervek szerint egy hét alatt az épület fedele a helyére kerül, hogy gyorsabban menjen a munka, majd újabb kalákát is szerveznek. Magyarországon januártól vezetik be az új elektronikus személyazonossági igazolványt, amely összevon több jelenleg használatban lévő okmányt. Így kiváltja a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát, a TB-kártyát és az útlevelet, de kibővíthető közlekedési kedvezmények igénybevételére jogosító kártyákkal és akár diák igazolványként is használható. Pintér Sándor belügyminiszter tegnap egy országgyűlési képviselő kérdésére válaszolva jelentette be, hogy az e-kártyát a külhoni magyar állampolgárok is igényelhetik majd. Az elektronikus személyazonossági igazolványt a magyarországi okmányirodákban lehet majd igényelni, de tervezik azt is, hogy a kéréseket Magyarország külképviseletein is benyújthassák a határon túlélők. Civil kezdeményezés nyomán Gyergyószentmiklóson is megemlékeznek a múlt hét végén egy szórakozó helyen történt tűzeset közel 50 halottjáról. Országszerte már több mint egy hete zajlanak hasonló megemlékezések. Először hétvégén a római katolikus temetőben, hétfőtől már a Szent István téren emlékeznek a gyergyószentmiklósiak a Bukarestben történt tűzeset elhunytaira. Hétfőn este közel 100 személy, fiatalok és idősebbek egyaránt jelentek meg a Szent István téren a megemlékezésen, mécsest vagy gyertyát gyújtva. Közösen imádkoztak az áldozatok lelki üdvéért, a hozzátartozókért és az itthoni és külföldi kórházakban gondozott betegekért. Az október 30-án este egy bukaresti szórakozó helyen történt tűzvészben már közel 50-en vesztették életüket, és még mindig legalább 10 sérültnek válságos az állapota. Az eset nagy felháborodást váltott ki országszerte, hiszen kiderült, a szórakozóhelynek nem volt megfelelő tűzvédelmi engedélye. A megemlékezések tüntetésekké változtak, több szórakozóhely bezárt, illetve az érintett klub tulajdonosait, az ott zajló esemény szervezői, valamint az ott pár nappal korábban tűzvédelmi ellenőrzést végző ellenőrök és Bukarest 4. kerületének polgármestere ellen is bűnügyi kivizsgálás indult. A hatóságok az egész országra kiterjedő ellenőrzés sorozatot jelentettek be a szórakozóhelyeken. A megemlékezés még folytatódni fog Gyergyószentmiklóson is, minden este 18 óra 30 perckor a Szent István téren. Átlagban 7%-kal kevesebbet kerestek tavaly a nők, mint a férfiak, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. A havi nettó átlagbér 1697 lej volt. A nők 7%-kal kevesebbet kaptak, mint a férfiak. Bruttó havi keresetük 2234 lej volt, a férfiak bruttó 2412 lejéhez képest. Nettó értékben a nők átlagban 1627 lejt, a férfiak pedig 1761 lejt kerestek. 36 megyében az országos átlag alatt volt a havi átlagbér. A legalacsonyabb átlagfizetést Hargita megyében jegyezték, ahol 1251 lej volt az átlagkereset. Elfogadta a jelölt állítási szabályzatot az RMDS szövetségi képviselőinek tanácsa a 2016-ban esedékes választásokra. A szabályzat nem zárja ki sem az országos, sem a helyi együttműködések megkötésének lehetőségét.
Nyitott jelöltállítási szabályzatot fogadtunk el, jelentette be a szombati ülés után Kovács Péter ügyvezető elnök. Elmondta, minden településen lehetőséget biztosítanak a helyileg elfogadott jelölteknek, áprilisig pedig mindenhol készen kell állnia a jelölt listáknak. Ugyanakkor nem zárkoznak el attól sem, hogy más magyar szervezetekkel is megállapodjanak. Az összefogásra egyértelmű igény van, és ezt nagyon jól tudjuk, nagyon jól érezzük. Ez a szabályzás lehetőséget ad arra, hogy különböző településeken megvalósítsuk ezt az összefogást. Várhatóan a következő napokban, következő hetekben a Magyar Polgári Párttal országos szinten együtt alá fogunk írni egy együttműködési megállapodást. Ennek a sarokpontjai az elmúlt napokban, hetekben körvonalazódtak. Adott a lehetőség arra is, hogy akár az Erdélyi Magyar Néppárttal is közös nevezőre jussanak, mint például Marosvásárhelyen, ahol a minél szélesebb körű összefogást az indokolja, hogy a magyar lakosság részaránya 50% alá csökkent. Sors Zoltán, az összmagyar előválasztások győztese az SZKT-n arról beszélt, hogy most már biztos, hogy egyetlen magyar polgármester jelölt lesz, de ezt az összefogást nem szabad elrontani rivális magyar tanácsosi listákkal. A tanácsos listánál és a választásoknál nagyon fontos, hogy ne legyen több tanácsosi lista, mert az nagyon komolyan alássa majd az esélyeinket. Éppen ezért én arra szeretném felhívni a figyelmet, és arra kérek mindenkit, hogy találjuk meg azt a közös megoldást, hogy akár Marosvásárhely különállóan tudjunk egy olyan egyességet létrehozni, amiben a néppárt sem marad ki, hiszen az ők ellenünk fordulása komoly veszélybe sodorja ezt. Ha az MPP-vel egy ideje több tekintetben is együttműködött az RMDS, ami a néppártot illeti, ez eddig nem valósult meg. Az SZKT-t követő sajtótájékoztatón Kelemen Hunor szövetségi elnök azonban elmondta, telefonon már beszélt Szilágyi Zsolt MNP elnökkel, s ígéretet tett arra, hogy még az idén tárgyalóasztalhoz ülnek. Találkozóra hívják a tanárokat, tanítókat, óvónőket november 13-a és 15-e között a Gyergyószéki Pedagógusok Fórumának idei kiadására a Rubin Hotelbe. Az első nap témája a román nyelv oktatása a kisebbségek számára. Bartolf Hedvig tanfelügyelő előadásában elméleti és gyakorlati szempontból is megközelítve. Második és harmadik nap a Prizma Egyesület trénerei fognak képzést tartani. Olyan fontos témaköröket fognak érinteni, mint a nyelvoktatás az oktatásban, új tanulási módszerek és a nonformális eszköztár a hagyományos oktatásban. A képzés hétvégén való részvétel, a szállás és az étkezés ingyenes, a helyek száma korlátozott, jelentkezni a 0740 607 529-es telefonszámon lehet. Gyergyói vállalkozók és vállalkozás indításában gondolkodók számára szerveznek konferenciát Gyergyószentmiklóson. Hargita megye tanácsa is az Árbor Vállalkozók Szövetsége által megálmodott rendezvényen. Több aktuális témakörben adnak majd tájékoztatást a meghívott szakemberek. Gyergyói Medencei Gazdaságfejlesztési Konferenciát és kerekasztalbeszélgetést szervez az Arbor és a Megyei Tanács. Az esemény részleteit sajtótájékoztatón ismertették a szervezők. Székelyudvarhelyen már sor került egy hasonló konferenciára, amelynek pozitív hozadékait tapasztalták, ezért döntöttek úgy, hogy Gyergyó térségben is így módon szólítanák meg a vállalkozókat. A Megyei Tanácsnak ez a második ilyen rendezvénye lenne az idén. Tudni kell, hogy Udvarhelyen már szerveztünk egy kerekasztal megbeszélést, és bátran elmerem mondani, hogy óriási sikere volt, ugyanis nem csak egy egyszerű konferencia volt, hanem konkrét eredmények is követték. Éppen ezért merem bátran kijelenteni azt, hogy tudomásom szerint Gyergyószentmiklóson még ilyen konferencia nem volt, ahol ennyire színes program lenne. Udvarhelyen például több olyan fiatal is eljött, aki a konferencia hatására, lévén, hogy utána le lehetett ülni és közvetlenül beszélgetni pályázatíró cégekkel, vagy akár a minisztérium képviselőivel, akik pályázatokat írnak ki, több fiatal volt, aki utána a vállalkozást indított és pályázatot nyert el. Más problémák is szóba kerültek, például a szakképzés, vagy Udvarhely voltak helyi, udvarhelyi jellegzetességű problémák, mint például az inkubátorház, ahol szintén történtek előrelépések. Egy Gyergyószentmiklóson természetesen bejön a faipar, vagy azóta vannak olyan újdonságok, mint például az új adótörvénykönyv. Tehát igyekszünk felkészülni és minél több olyan szakembert hívni, amelyek tényleg segíteni tudják a vállalkozókat, és nem csak egy egyszerű beszélgetés, hanem utána konkrét eredményekről is
remélem, hogy be fogunk tudni majd itt is számolni. Nem utolsó sorban úgy gondolom, hogy fontos, hogy ez ingyenes, tehát nem egy olyan konferencia, ahol be kell fizetni, és akkor egy adott információt pénzért lehet hozzájutni, hanem itt nagyon sok információhoz ingyen lehet hozzájutni. Tehát én tanácsolom mindenkinek, főleg a fiataloknak, akik céget szeretnének indítani, ugyanis több olyan program van, amellyel kapcsolatosan azt tapasztaltam, hogy nagyon kevés az információ gyerjóba. Például a fiatalok, akik vállalkozást szeretnének indítani, csak úgy hallomásból tudják, hogy talán vannak pályázati lehetőségek, de konkrétan nem tudják, hogy mit kellene csinálni. Vagy van ez az új program, például a nőket, a női menedzsereket támogatja, a nők, akik szeretnének vállalkozást indítani. Remélem, hogy a többi között akkor itt minél több hasznos információval fogunk tudni szolgálni nekik is. A rendezvény célja a vállalkozók problémáinak megvitatása. A szervezők hangsúlyozzák, nem csak az albortagoknak szól az esemény, hanem minden gyergyói vállalkozónak és azoknak is, akik a jövőben szeretnének vállalkozást indítani. A gazdasági konferencián, amelyet az Arbora megye tanácsa közösen szervez, több mint 20 témakörben lesznek műhelymunkák. Gyorsan ki is hangsúlyoznám, hogy attól másabb ez a konferencia, az eddig megszokottakhoz viszonyítva, hogy nem csak egy előadásszerű, véghallgatom, végkövetem program lesz megtekinthető, hanem külön a műhelymunkáknak köszönhetően bármilyen kis apró témát a bizonyos témakörön belül ki lehet vesézni, végig lehet bátrabban tárgyalni, mint esetleg ezt nagy tömegbe. És hát a 20 témakörből azért hadd említsük meg már az elején a munkaügyhöz kapcsolódó dolgokat, a szakmunkás képzést, vagy esetleg átképzéseket, munkavédelemről lesz lehetőség tájékozódni, pályázati lehetőségekből kapnak ízelítőt mindazok, akik a konferencián ott lesznek, akár csak kis- és középvállalkozásokra vonatkozó témakörök, fiatal vállalkozóknak, vagy olyanok számára, akik vállalkozást szeretnének indítani, nagyon érdemes ezen a konferencián részt venni, indulásra szükséges tanácsrendszereket tudnak majd végigkövetni, helyi adókedvezményekről lesznek szók, pénzügyi törvényekről lesz szó, erdészeti törvényekről lesznek előadások, illetve lesznek kerekasztal beszélgetések, akár csak a bankhoz tartozó pénzügyi tevékenységben is lesz előadónk, ugyanezt tudjuk mondani a cég alapításra, akár cégfőszámolásra. Mi azt szeretnénk tulajdonképpen, hogy az eddigiektől eltérően szólítsuk meg mindazokat a fiatal vállalkozni szándékozókat is, akik esetleg szükségét érzik annak, hogy egy olyan rendszerbe tudjanak elindulni, ahol nem a bürokráciával találkoznak, ahol nem csak kifejezetten a sikertelenséggel találkoznak, hanem esetleg mondjuk úgy egy jó hangulatú, jó érzésű pályára tudnak rálépni azáltal, hogy esetleg szakemberektől kapják meg teljesen szükséges olyan tájékoztatást, amivel céljaikat el tudják érni. Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy illetve figyelmet fölhívni, hogy a cégvezetők amennyiben lehet, tegyék meg, hogy hozzák el mindaz a munkatársaikat, akik esetleg az általuk vezetett tevékenységbe szeretnének információkat szedni. Gondolok itt most azokra, akik éppenséggel a könyvitelt vezetik, vagy gondolok azokra, akik a Sumál vagy a Revisál programokat kezelik. Ezekre is külön-külön ugyanabban az időben lesznek műhelymunkák, tehát ezért szerencsésebb akár több személlyel jönni. A konferenciára november 13-án kerül sor a Szilágyi vendéglőben. A program pontosan 10 órakor elkezdődik, arra kérik az érdeklődőket, kis idővel hamarabb érkezzenek a regisztráció véget. Gyergyószentmiklóson a Tarisznyás Márton Múzeumban kerül sor az Erdélyi Értéktár előadására vasárnap 15 órától. A bemutató keretében a Kríza János Néprajzi Társaság munkatársai az erdélyi székelyföldi magyar helyi értékekre kívánják ráirányítani a résztvevők figyelmét. Az értékfeltáró mozgalom elindításának és működtetésének jogi hátterét, az értékfeltáró munka és az értéktár építés célját, az értékfeltáró munka végzéséhez szükséges szakmai elvárásokat ismertetik. A program egyik legfőbb üzenete, hogy még a legkisebb közösségeknek is vannak értékei, függetlenül attól, hogy hány tagja van, hol, milyen vidéken található, ma éppen milyen hírnévvel vagy vonzerővel rendelkezik. Így minden településnek van esélye arra, hogy értékfeltáró mozgalmat indítson, s kialakítsa a saját értéktárát. Vizsgálódik az Országos Korrupcióellenes Ügyészség Marosvásárhely területi irodája az Unirjá Nemzeti Kollégium visszaszolgáltatása kapcsán. Az épületet működtető római katolikus státusz szerint szóba sem jöhet a törvénytelenség.
A Méltóságért Európában Polgári Egyesület 2014 novemberében tett feljelentést az ügyészségen visszaszolgáltatási törvényszegés gyanújával. Az átiratban azt kifogásolták, hogy az Unirea Nemzeti Kollégium épületét úgy szolgáltatták vissza az egyháznak, hogy a soha nem volt a gyulafehérvári római katolikus érsekség tulajdonában. A DNA most vizsgálatot indított az ügyben. A 2015-ös évi 150-es számú bűnügyi dosszié kapcsán bűnvádi eljárást indítottunk hivatali visszaélés gyanújával, amelyet a módosított 2000-es évi 78-as számú törvény 13-as cikkelye szabályoz és büntet. Tamási Zsolt határozottan elutasítja a vádakat. Azt mondja, az Unirea épülete az államosítás előtt a római katolikus érsekség tulajdonjogát képezte. 2004-ben szolgáltatták ezt vissza. Miután ez megtörtént, nyilvánvaló, hogy a város nem szívesen fogadta el magát a döntést, éppen ezért a polgármester megfelelőbb ezt a visszaszolgáltatást a legfelsőbb bíróságnál, ezt elvesztette, és éppen ezért belátva azt, hogy ez az esemény megtörtént, volt egy béleti szerződés kötés 2008-ban, majd pedig ennek a felbontása után, mivel 2012-ben elég nagy elmaradások voltak, egy újabb szerződés kötés történt 2014 decemberébe. Tamási Zsolt hangsúlyozta, a hivatalos iratok bizonyítják a tényeket, és ennek értelmében nem áll fenn annak a veszélye, hogy olyan döntés szülessen, ami például a Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatási ügyében történt. A gyermekek félnek a sötétségtől, de a férfiak miért félnek a fénytől? Teszi fel a kérdést a belső iránytű előadás sorozat soron következő meghívottja. Bartos Károly református lelkész pénteken, november 13-án 19 órától tart előadást Hősök kerestetnek címmel a Gyergyószent Miklósi Szent István plébánián, ahová ezúttal is mindenkit várnak a szervezők. Az UEFA Régió Kupa keretén belül Gyergyószent Miklóson szervezik azt a visszavágót, melyen Hargita és Brassó megye válogatottja mérkőzik. Az összecsapásra holnap 14 órától kerül sor. A 2015-16-os UEFA Régió Kupa megmérettetésein 4 megye válogatottja vesz részt. Hargita, Brassó, Buzaú és Prahova megyék csapatai lépnek pályára. A válogatottak a megyei bajnokságokban szereplő csapatok játékosaiból állnak össze. Érdemes megemlíteni, hogy Hargita megye csapatát többnyire a Gyergyószent Miklósi jövő játékosai alkotják, emellett pedig vannak többek között csíkszeredai, székelykeresztúri labdarúgók is. Múlt szerdán került sor a két csapat közötti első mérkőzésre, akkor 1-1-es döntetlennel ért véget a meccs. A visszavágó is hasonlóan színvonalasnak ígérkezik. A kupán szereplő csapatok legjobbjaiból egy válogatott csapatot állítanak össze, mely Európa más országainak hasonló csapataival mérkőzik majd. A Hargita-Brassó mérkőzésre holnap kerül sor a Gyergyószent Miklósi jövő labdarúgó pályáján 14 órai kezdettel. A szervezők várnak minden foci kedvelőt, a belépés ingyenes. Lássuk röviden még egyszer, melyek voltak a fontosabb témák ma. Kaláka és a megyei tanács támogatása is szükséges volt, hogy elkezdődhessen az Örmény Közösségi Ház felújítása. Gyergyószent Miklós is csatlakozott az országszerte több mint egy hete elkezdődött megemlékezés sorozathoz. Gyergyói vállalkozók és vállalkozás indításában gondolkodók számára szerveznek konferenciát. Hargita megye válogatottja Brassó megye legjobbjait fogadja a Gyergyószent Miklósi labdarúgó pályán. Ez volt a napszemle, a látogatóval folytatjuk műsorunkat. Én várom önöket holnap is a szokott időben, viszontlátásra!